Köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim! Önök arról van szó címmel a Liceum Televízió heti aktuális műsorát. Láthatják, második évfolyam 22. adás. Tekintsük át együtt címmondatokban, hogy mit kínálunk önöknek az előttünk álló egy órában, hogyha velünk tartanak. A filozófia tanszéken is új interdisziplináris egyetemi szak indul. Etika, ember és társadalom ismeret címmel. Kiknek ajánljuk és miért? Sportolók, edzők, tanárok, egyetemi és főiskolás szinten a testnevelésről, képzésről és lehetőségekről az Egri Eszterházy Károly Főiskolán. Új évben új koncepcióval nyit a fiatalok felé az Egri Művészetek Háza. Főiskolásaink lehetőségei a fiatalok intézményében. A kulturált szabadidő eltöltésének új otthona lehet. Hallgatói klubot avat a főiskola a Leányka úton. Röviden kiemelésekkel mai adásunk tartalmából, témáiról. Előzetesen ennyit, részletesebben az előttünk álló egy órában szólunk majd. Kérem, tartsanak velünk a Liceum Televízió heti aktuális műsorával. És akkor köszöntöm első témánk vendégét is, dr. Lobocki János, tanszékvezető főiskolai tanárurat. Úgy vezettük föl, hogy a filozófia tanszéken új egyetemi szak indul, egyetemi szintre került az etika, ember és társadalomismeret. Ráadásul úgy fogalmaztunk, hogy ez egy interdisziplináris szak. Tanárul, fordítsuk le ezt akkor magyarra. Mit értünk ezen egyrészt, hogy interdisziplináris, másrészt mit fed ez az új szak, egyetemi szak, amelyhöz ezúton is akkor most gratulálunk. Köszönöm, és remélem, hogy nagyon sokan látják ezt az adást, hiszen ez tényleg egy új szak, és várjuk az igazán érdeklődő, a sokféle tudományterület iránt érdeklődő diákokat. Tehát először is a szakneve. Két éve sikerült ennek a szaknak egyáltalán a megalapítása, és az országban még egyedül csak Veszprémben zajlik ilyen képzés, tehát az országban másodszor itt Egerbe fog elindulni egyetemi szinten ez a képzés. Az interdisziplinálisnak ugye az a lényege, hogy sokféle tudományterületet felölelő. És talán azt hangsúlyoznám itt, hogy gyakran hangoztatott megfogalmazás vagy érv, hogy napjainkban a tudományok differenciálódása következtében egyre többet tudunk a részletekről, de talán egyre kevesebbet beszélünk az egészről. Na most ez a szak, ez a társadalomtudományoknak kis túlzással természetesen szinte az egészét felöleli, hiszen olyan emberismereti tudományok kerülnek itt elő, mint pszichológia, szociológia, aztán olyan klasszikus társadalomtudományok, mint politológia, aztán mint a bölcseletnek alapvetése, a filozófia, filozófiai etika, és amellett, hogy sokszínű a program, mindenképpen arra is törekszik, hogy valahogy egybe láttassa aztán azokkal, akik végighaladnak az egyes stúdiumokon, hiszen etikáról, vagyis erkölcstanról is úgy van értelme beszélni, hogyha először arra kérdezünk rá, hogy ki vagy, mi is az ember, milyen jellemzői vannak, és mint társadalmi embernek milyen jellemzői vannak, milyen viszonyok között él, tehát először ismerjük meg a dolgokat, értsük meg, és abból következhet aztán természetesen bizonyos erkölcsi alaperveknek, normáknak a tudományos igényű vizsgálata, megközelítése, és erre épülhet rá az erkölcsi nevelés, ami azt hiszem, hogy ma joggal igen sokat emlegetett, hogy így mondjam, aktuális feladat az iskolákban. A nevelésnek minden szintjén, mondhatnám életkortól függetlenül. Amit mondott tanár úr bennem, azt vetette föl, hogy fölsorol több tudományterületet. Első hallása talán egymástól nem is nagy közelségben levő, tehát nagyobb távolságban levő tudományterületeket sorol föl. Értsük mi ezt úgy, hogy ezeknek az összefüggéseiről szól ez a fajta stúdium? Tehát amiben kapcsolódnak egymáshoz? Igen, erről is szó van. Először talán egy kicsit részletesebben és pontosabban, hogy milyen tudományterületekről van szó, és utána röviden arról is, hogy most ezeknek az összefüggéseiről szó lesz-e. Tudományterületek. Egyrészt a filozófia történetnek a
legjelentősebb csomópontjai, olyan címmel, hogy az európai filozófia története. Aztán olyan etikai megalapozó tárgyak, mint általános etika, morálfilozófia, személyiségetika, ilyen jellegű filozófiai, etikai tárgyak fognak szerepelni. Azután, ami nem is szigorúan társadalomtudomány, de az a érintkező humánbiológia, antropológia, ökológiai tárgykörök, ezen kívül tehát szociológia, politológia, például a modern demokráciáknak az intézményrendszere, azután vallástörténeti, vallástudományi alapismeretek, természetesen kihagyhatatlanok pszichológiai alapismeretek, nyelv és gondolkodásnak az összefüggései, vagy a művészetek és az emberi létezés kérdései. Tehát egyrészt ilyen hagyományos értelemben vett tantárgyi keretben folyik ez, másrészt pedig külön olyan, úgy is mondhatnám, hogy szintetizáló tantárgyak is szerepelnek, amelyek embertudományok összefoglaló névvel fognak majd szerepelni. Hát ennek Magyarországon az egyik legkiválóbb képviselője, aki a szak indítását, megalapítását egyáltalán kezdeményezte, Kamarás István, aki szociológus, olvasásszociológiával foglalkozik, például vallásszociológiával. Ezt a tárgyat ő fogja tanítani. Egyébként középiskoláknak, általános iskoláknak is jó néhány programot készített már ilyen tematikával, és neki kifejezetten ez az ars poetikája, hogy az összefüggések. Mielőtt belemennénk még, hogy kik fognak tanítani, még azért egy dolog engem izgat, hagyj gonoszkodjak már egy picit. Az, hogy ez a szak elindult, ez a filozófusok fejében fogalmazódott meg, a tudományos emberek fejében fogalmazódott meg, a társadalom fölismerte, hogy erre szükség van, és azért indult ez a szak, vagy jelentkezett egy ilyen igény a hallgatók, az emberek, a polgárok részéről, hogy igenis beszéljünk erkölcsről, igenis beszéljünk etikáról, igenis képezzünk, jártassá tegyünk embereket ezen a tudományterületen. Nem tudom, érthető, hogy gondolom a gonoszkodást. Igen, nem, ez teljesen jogos kérdés, és én úgy látom, hogy mindkét oldalról igaz ez a megközelítés. Mármint, hogy ez az utóbbi egy-két évtizedben tényleg egyre jobban hangsúlyozódott, mint igény. Főképpen a közoktatásban jelent ez meg, de az élet más területein, hiszen például gazdasági etikáról is szokás beszélni, és ilyen tárgy is lesz majd egyébként ebben a képzésben. Tehát az élet legkülönbözőbb területeiről fölmerült ez az igény. Másrészt kétségtelenül, hogy a tudomány bizonyos képviselői, még azt sem mondanám, hogy kifejezetten csak a filozófusok részéről fogalmazódott ez meg, hanem egy-egy szociológus, ahogy az előbb is említette, egy filozófus, pszichológus, hogy így mondjam, kutatásaiban jelent meg egyre hangsúlyozottabban ez a kérdéskör. Hát és szerint, így állt össze valahogy. Említette, hogy gazdasági erkölcsről is, üzleti erkölcsről is szó lesz ezen a szakon belül, ez egyértelmű, hogy a mai valóság fogalmazta meg ezt az igényt, hiszen jelen van a mindennapjainkban, a gazdasági életünkben ezek szerint. Igen, csak... Én erre nem ismertem gondolni, hogy ennyire széles körben gondolják a szakmának igen. alapjait. Ez teljesen egyetlen, nagyon széles körbe, és az igény meg is van rá. Persze mi szeretnénk mindezeknek a kérdéseknek az elvi, ha lehet ezt mondani, tudományos alapjait is megfogalmazni, hogy ne pusztán ilyen közhelyszerűen essen szó ezekről a kérdésekről, hogyha most én is gonoszkodva fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ne egyszerűen arra tanítsuk meg a hallgatókat, hogy majd jól tudjanak szavalni, idézőjelben szavalni bizonyos morális kérdésekről, hanem elmélyülten tudjanak erről például beszélgetést folytatni, értelmes beszélgetést a diákokkal. Ments Isten vitát folytatni. Igen. Erről, éppen mert erről lenne szó. Abban csiszolódik, kristályosodik ki a valós tény, az igazság. Megszületése kötődik a vitákhoz általában, nem? Természetesen, és éppen az oktatás is, meg ennek a nagyon szépen hangzó szaknak a képzése is arra irányul, hogy ne
egyik vagy másik álláspontot ismertessük ilyen dogmaszerűen, vagy próbáljunk rá kényszeríteni a hallgatókra, hanem sokkal inkább azt szokják meg ők is, hogy a toleráns dialógus beszélgetés során képesek legyenek ütköztetni különböző érveket, erkölcsi kérdésekben is, és képesek legyenek ilyen vitát kezdeményezni, folytatni a diákokkal, hogy közösen ismertessenek föl erkölcsi alapelveket, normákat. Én ahogy most ezt hallgatom, amit elmond erről az új szakunkról, az fogalmazódik meg bennem, hogy jelen pillanatban a korlátai be nem mérhetők ennek. Olyan folyamatokat fog elindítani. Ön most hogy látja, hogy a tanszék tudományos életében, kutató munkájának életében mit jelent ennek az új szaknak, ráadásul egyetemi szinten való megjelenése? Hát nyilvánvaló, hogy egy kicsit most közhelyesen hangzik, hogy nagy kihívás, de először is azt kell mondanom, hogy ennek éppen, hogy a tudományos előzménye is megvolt, hiszen anélkül nem is vághattunk volna bele, vagy nem is mertünk volna belevágni. Tehát már évek óta szervezünk olyan igazán rangos országos konferenciákat, amelyeknek a témája többnyire éppen ez. Egyik alkalommal az volt a címe a konferenciának, hogy emberismeret és filozófia, vagy párbeszédben a világ sorsával. Tehát ezek is már jelzik, hogy évekre visszanyúló előzményekről beszélhetünk, de természetesen ez nyilvánvaló, hogy fel fogja egy kicsit gyorsítani ezt a folyamatot, dinamizálni fogja a tanszéken folyó kutatási, egyelőre még meglehetősen szerteágazó és egyéni kutatási témákat, munkát, egy kicsit jobban szintetizálja, és olyan pályázatokat, tudományos kutatási pályázatokat is tervezünk beadni, részben már be is adtunk egyet, amely ezt mélyíti el, az etikai, filozófiai kutatásokat. Tanár úr, végül is, ha jól értem, akkor a tanszék erre fölkészült, de a téma annyira szerteágazó, hogy erre igénybe kell venni külsős jeles, a szakterületen jeles tudós embereknek a munkáját is. Kik fogják végül is tanítani ezt a tantárgyat? Kik vannak képben? Igen, nagyon is érthető a kérdés, és először még ne is arról beszéljek, hogy a külső óraadók közül, mindjárt arról is fog szót ejteni, de hát talán érdemes azzal kezdeni, hogy mivel ez interdisziplináris, így nagyon jól ki tudja aknázni ez a szak, a főiskola különböző tanszékeinek tudományos munkáját és eddigi oktatási tevékenységét. Tehát már azzal kezdhetjük, hogy a főiskoláról 13 különböző tanszék, mindhárom karhoz tartozó különböző tanszékek jeles, oktatói vesznek részt ennek az oktatásában. Aztán... Példát mondja már, hogy szóljak itt közben. Azt mondta, mindhárom kar, természettudományi karról mibe gondolkodnak? Ez meg is van részletesen a program. A természettudományi karról például van olyan tárgy, hogy humánbiológia és antropológia, mert például Orbán tanár úr, kiváló egyetemi tanárunk fogja tartani, vagy ökológiai ismeretek, amit pedig a környezettudományi tanszéknek a vezetője, Kárász Imre tanár úr fog tanítani. Nem, tehát még onnan is alakul lesz. A dolog. Bocsánatot kérek, hogy közbeszóltam a gondolatmenetében. Igen, ebből is látszik, hogy mennyire szerteágazó ez. Na, ha szélesítjük a kör, de még Egerben maradunk, akkor a hittudományi főiskolának, az egri hittudományi főiskolának az oktatói közül is néhány, akik kiváló szakemberek tudományos minősítéssel rendelkeznek, például Dolhai Lajos, aki a hittudományi tanszéknek a vezetője, ő és társai is fognak tanítani, ők fogják a vallásismereti tárgyakat tanítani, és ha még szélesebbre vonjuk a kört, hát igen, itt igazán kiemelkedő országos szaktekintélyek, mint például Vajda Mihály, aki az egésznek tulajdonképpen a szakfelelőse, aki a magyar filozófia életnek egyik kiemelkedő képviselője, akadémikus, aztán egy másik kiváló filozófusnő, Heller Ágnes is fog tanítani, ő a morálfilozófiát és általános etikát. Azután említettem a Nyelv és gondolkodás című tárgyat, az például Pré Csaba, aki szintén akadémikus pszichológus, és ráadásul ő kifejezetten olyannal foglalkozik, ami interdisziplinális terület, tehát ő is nagyon szívesen vállalkozott erre, és nem utolsó sorban a már említett Kamarás István, szociológus, aki,
hogy így mondjam, ennek az egész nagyszabású szaknak az egyik legfőbb kezdeményezője volt országosan. Tanár úr, a koncepció, a fölfogás, a tantárgy fölvázolása és az előadók meggyőztek, ez ellen nem lehet vitatkozni, utolsó gonoszkodásom. Mai racionális világunkban mire jó ez a szak? Mire jogosít, mire képesít? Mit tud vele kezdeni, ha végez itt egy fiatal ezen a szakon? Igen, hát először is, tehát annyit érdemes még hozzátenni, hogy ezt a szakot eleve szakpárban végezhetik el a hallgatók, tanári diplomát kapnak, és mégpedig olyan szakpárokban, hogy etika, ember és társadalomismeret és magyar nyelv és irodalom, amely szintén ugye most már egyetemi szinten is indul majd, vagy történelemmel párosítva, vagy hittanár szakkal, vagy éppen biológia szakkal, és ami nagyon érdekes, a szintén új egyetemi szakkal, a könyvtáros informatikus szakkal is lehet párosítani. Tehát ez már is egy több lábon állást eredményez. Na most magával, ezzel a szakkal, közép- és általános iskolában is szerepel most már ilyen tantárgyi modul, és persze azért kell a másik szak hozzá, hogy így, hogy komolyabb, magasabb óraszámban is taníthasson, mert az illető, mert nyilván, hogy akkor van rá igény a munkaerőpiacon. De én megmerem kockáztatni azt is, hogy mivel ilyen széleskörű a képzés, még nem tanári területen is el lehet vele helyezkedni, nem tanári szakmában, munkakörben, esetleg kutató, társadalomtudományi kutatóintézetekben, esetleg a közművelődés területén, oktatáskutatóban. Tehát én úgy gondolom, hogy elég széles a spektrum, ami később a végzés után be lehet tölteni ezzel. Tanár úr, köszönjük szépen az információkat, hogy közreadhattuk, és izgalommal várjuk ezt a széles területet fölölelő új egyetemi szakunkat, hogy gyökeret vegyen, és főleg az, hogy népszerű legyen a fiatalok körében. Említette a képzésben a természettudományt, akkor most engedje meg, hogy meghívjuk a természetbe. Egy izgalmas jégfalmászó verseny volt Felsőhámorban, és az egyik kollégánk, Rácz Kornél, informatikus könyvtáros szakos hallgatónk ott forgatott. Nézzük meg együtt a nézőinkkel együtt ezt a filmet.